Megnyitó beszédében Durst György, a Magyar Mozgókép Közalapítvány kuratóriumi tagja elmondta. Szükség van arra, hogy a kortárs magyar filmek eljussanak a határokon túlra, és ezzel is terjesztve a magyar kultúrát. Ezek a kulturális üzenetek, amiket remélhetőleg a filmek is hordoznak, azok azért valamolyan információt is, és érzelmi, emociális hatást is keltenek az itteni emberekbe, ami hogy mondjam, muszáj ahhoz, hogy emberekként éljünk. A magyar film Délvidéki hete 13 éves múltra tekint vissza. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 5-6 napos rendezvény mintegy 4000 látogató csalogat be a mozikba. Nagyon remélem, hogy a színvonalas, érdekes filmek vetítenek ebben a moziba, akkor lassan a közönség is visszaszokik. Én nekem az elmúlt években az volt a tapasztalatom, hogy azért ezeket a tematikus szemléket, vagy pontosabban programokat a közönség valóban nagy érdeklődéssel kíséri. Szabadka mellett Magyarkanizsán, Zentán, Kishegyesen, Csókán, Adán, Óbecsén, Temerinben, Újvidéken és Nagybecskereken is vetítenek filmeket.